Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 15-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik a gondolatai. Mi foglalkoztatja őt, és mik a tervei. A választ megadja rá ez a felső kártya. A kulcs arra utal, hogy vagy nyitott, még vagy pedig zárkózott. Mindkettő lehető. Attól függően, hogy milyenek az események. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzései. Ez a kert virágzik itt. És ezt érzi is, hogy minden jóra fordul, az lehet, hogy idő kérdése, de viszont itt minden virágzik. És ebben bízik. Ez az ő jó érzése, ami a kapcsolatotokat illeti. Ez a kert mutat mást is. Itt van egy ajtó, és azt ki kellene, hogy nyitni pontosan ezzel a kulccsal. Tehát kell, hogy nyitottságot mutasson. Viszont, ha ő ezzel a kulccsal bezár itt valamit, és mutatja a zárkózottságát, az nem segít sokat a szerelem területén. És a harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. A halak az érzelmet, a lelki dolgokat szimbolizálják. Tehát ez egy nagyon mély érzésű szerelem, ami titeket összeköt. Viszont a halak jelentenek mást is. Mégpedig az anyagiakat, a pénzt. És itt van ez a hamisság. Hamisság a háttérben. Megpróbál valaki titeket, vagy őt anyagilag károsítani. Tehát ez a napi jelzés, ez a napi energia, ami ezekre a hamisságokra vonatkozik, hazugságok a háttérben, legyetek óvatosak. Különösen, ha pénzről van szó. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!